A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneművészeti oktatása világhírű. Növendékei szakmai képzésének rangját mindenütt nagyra értékelik. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a nemzetközi karrierhez a zenei tehetség és a magas szintű képzés önmagában nem elég. Ez hívta életre a napi képzésen túlmutató tehetséggondozó programot, amely az ambiciózus klasszikus zenei és jazz szakos tehetségeknek nyújt lehetőséget, képességeik, személyiségük sokoldalú fejlesztésére. Az öt fiatal művészt a magyar zenei és kulturális élet meghatározó alakjai választották ki, hogy a különlegesen sokrétű tanulmányok végeztével immár felkészülten és magabiztosan léphessenek ki a nemzetközi zenei porondra. De nézzük, kik is ők és merre tartanak. Razvajajeva Anasztázia, Mohai Bálint, Karosi Júlia, Namoradze Nikolász és Tóth Zsuzsanna. Marsról ide jönne valaki, és ezt, azt kérdezni tőlem, hogy miért legyen fagottos, akkor először is azt mondanám neki, hogy tegye be Ifja Para László felvételét Mozart fagott versennyel, talán leginkább a második tételt, mert az valami olyan éteri gyönyörűség. Vannak más fafúvos hangszerek, ahol a művek tényleg gyönyörűen szólnak és gyönyörű hangszínen, de valahogy ennek a fagottnak olyan barna, olyan lágy, de mégis erőteljes hangszíne van, és annyira meghatóan lehet rajta például a vibrátó, annyira gyönyörű rajta. Szerintem más hangszeren talán ennyire nem is szép, és annyira emberi hangja van, mint egy tenoristának, vagy mint akár egy jó basszistának is, mert ugye kontra B-ig megy a hangterjedelme, de mégis, tehát tényleg ez a férfi hangszint teljesen meg lehet rajta mutatni. Szüleim is zenészek, mind a ketten, és édesapám fagott művész, és hát én nagyon szerettem mindig, amikor ő játszott, és egész kisgyerekként is teljesen oda voltam a hangszertől is, és 4 évesen, 3 évesen is már a nádat fújkáltam. Sokszor voltam választóvonalnál is, hogy most akkor tényleg zenész akarok lenni, vagy nem, vagy sport is szóba jött, meg hasonló más dolgok, de én nagyon szerettem ezt a hangszert. És utána, így 12 éves koromtól elkezdtem nagyon-nagyon komolyan gyakorolni, és utána meg a konzervatóriumba bekerültem, onnantól meg még inkább, mert ott egy teljes zenei légkör, mindenki ugyanazt csinálta, mindenki ugyanazt szerette, és ott úgy még jobban megszerettem ezt az egészet. Nagyon sok olyan élményért, ami meghatározó volt, és olyan hihetetlen volt számomra, hogy hát én egy lőrinci gyerek vagyok, és elkezdtem fagottozni, és most itt áll előttem egy olyan ember, akit nem is tudom, születésem óta figyelek. Például Sir Colin Davis, mikor vele játszottam, az egyszerűen hihetetlen volt, hogy a konzervatóriumban tanulok, és felvételiztem az Európai Ifjúsági Zenekarba, és most ott áll előttem. És mit is játszottunk? Brahms. Játszottunk harmadik szimfóniát is, meg tragikus nyitányt is vele, és ott
ott a próbákon, amikor megjelent, és tényleg teljesen máshogy kezdett el szólni a zenekar, és teljes mértékig a legkisebb mozdulataira is úgy reagáltunk, hogy az tényleg világszínvonalon szólt, és valahogy olyan aura áradt belőle, hogy az nagyon felemelő volt. Ez például talán egy példa, ami úgy nagyon meghatározó volt. Hát a másik, mondjuk Klaus Thunemann, aki mondhatni, hogy a fagottosoknak a nagyapja, a dédapja, és ő az, aki nagyon sokat tett azért, hogy a fagott az egy szólista hangszerként legyen számon tartva szintén. És hát én mindig a felvételeit hallgattam. Igazából mondhatni, hogy az ő felvételeit hallgattam, és ifjabb Hara Lászlónak a felvételeit, aki sajnos már meghalt, de vele még nagyon szívesen tanultam volna, megtalálkoztam volna, nagyon sajnálom. Na mindegy, de Klaus Thunemann, amikor ott voltam a kurzusán, az is hihetetlen volt, és meglepődtem magamon, hogy úgy jól viselem, hogy ott áll előttem, és egy ugyanolyan ember, viszont hát természetesen fantasztikus tudás áll mögötte, és vele is fantasztikus volt dolgozni. Szerencsére kétszer is vehettem részt kurzusán Spanyolországban. Nekem egyaránt fontos a szólójáték is, és a zenekari játék is, és természetesen a kamarazene. Én mindent nagyon szeretek, mindenevő vagyok, úgy érzem. De valahogy azt érzem, a zenekarban is mindig az szokott lenni, hogy úgy nagyon meg szeretném mutatni azért magam, és ezt például az Európai Unió Ifjúsági Zenekarban ezt szeretik is, hogy egy olyan első fagottos ül ott, aki próbálja sokkal színesebbé tenni azokat a bizonyos zenekari állásokat. Imádom a zenekari műveket, mostanában kezdek rájönni, hogy azért tényleg annyira monumentális, fantasztikus művek vannak zenekarra, úgyhogy ha lehetséges, akkor egy jó filharmonikus vagy szimfonikus zenekarnak szeretnék az első fagottosa lenni, és hogyha úgy adódik, akkor minél több szólókoncertet természetesen. Thank you.
Thank you.